Én olvasóként mindig azt láttam, hogy történeteket szeretek olvasni, van történetészségem, amit filmekkel és mindenféle médiumú történettel, tehát nem csak irodalommal tudok kielégíteni, és emiatt is, főleg a magyar irodalmi hagyomány szemügyre véve, azt gondolom, hogy kevés a történet, sok a szájbarágás, sok a nyelvvel való játék, ezért próbálom egy picit az arányokat a szerény eszközeimmel helyre billenteni. Az egyetemek körül, nem is csak az egyetemeken, hanem az egyetemek által körülhatárolt korcsoportban és szórakozó helyeken létrejön valami olyasmi, amiről egyelőre még nem tudjuk, hogy ez valódi kapcsolódás különböző hátterekből érkező emberek között, vagy csak a kapcsolódás illúziója. És én erről szerettem volna írni. Ebben a történetben a kedvenc figurám Maxi. Úgy látom, hogy a Maxinak van egy csomó vicces dolga, és hát Miki egy csomó átalakuláson keresztül megy, tehát az a Miki, akivel elkezdődik a történet, és az, akivel véget ér, talán nem is egészen ugyanaz a jellem már. Talán az ő jelleme a legformálhatóbb, ezért is jó őt, vagy praktikus őt főszereplőnek megtenni, és úgy látom, hogy ahogy összesúrlódnak, ő a Maxitól is eltanul egy pár dolgot, vagy legalábbis formálódik. Ami nagyon érdekelt ebben a történetben, az volt, hogy mi minden történhet meg egy év alatt. Tehát amikor eldőlt, hogy egy évnél kicsit kevesebb idő lesz a cselekmény teljes ideje, különböző dramaturgiai okokból, akkor úgy éreztem, hogy mindent nem etethetek meg az olvasóval, hogy a valószínűtlenségnek is megvannak a határai. Én ezt próbál egy realista szöveg lenni, és hogyha mondjuk minimalisták mondják azt magukról, hogy ők egyáltalán nem sűrítenek, hanem boldogok azzal, hogy egy cselekménynek bármilyen apró részletét vagy következményét dolgozzák ki, és nem ügyelnek arra, hogy a képkivágás az bármilyen centrumot és perifériát tartalmazzon. Ennyiben ez akkor talán ódivatúbb, vagy egy hagyományosabb, realista esztétikának felel meg. Itt szerintem zajlik sűrítés, mert jól jár az ember, hogyha ezen a terjedelmen többféle dolgot be tud mutatni, és ez csak a sűrítés árán lehet megoldani. Hogyha sikerül olyan próza hagyományokat, amik az angol száz irodalomban ismertek és jól működők, valamilyen módon megszólaltatni magyarul, akkor az érdekes, és kiválthatja ezt a hatást, amiről az előbb beszéltél, hogy talán ez egyedi, vagy eddig még nem volt pontosan köthető kanonikus nevekhez. Ez jó lenne, ha így lenne, szerintem az segítene rajtam, de nem biztos, hogy így van, majd kiderül.